A Jászlanykun Szolnok vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérletével vádolja azt a büntetett előéletű 22 éves fiatalembert, aki a vádirat szerint egyik nap bekopogott, majd bekiabált egy 64 éves cibakházi férfi házába, majd az ajtót nyitó nyugdíjastól nyugtatót követelt. Az idős ember nem adott neki, ezért a földre lökte, mellé térdelt, és előbb ököllel, majd egy a keze ügyébe kerülő kőműves kalapáccsal a vállán és a fején ütlegelte. A sértett arc és válcsontörés szenvedett, de a bántalmazáshoz használt kőműves kalapács alkalmas lehetett volna, akár halálos sérülés okozására is. Az ügy folytatásaként a szolnoki törvényszéken megtartott előkészítő ülésen dr. Mészáros Anikó ügyész ismertette a vádiratot. Ezt követően elmondta, hogy az ügyészség mivel vádolja a 22 éves férfit. Indítványozom, hogy az ügyészség, amennyiben a terhelt az előkészítő ülésen a terhére adott bűncselekmény elkövetését beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság őt 8 év, 6 hónap fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre, mint főbüntetés és büntetésre, és mellékbüntetésként 9 év közügyektől eltiltásra ítélje, illetőleg a vádiratban meghatározott indítványoknak megfelelően indítványozom, hogy rendelkezzen a feltételes szabadság legkorábbi időpontjának meghatározásáról, az előzetes fogvatartásban eltöltött idő beszámításáról, a bűnjelekről, illetőleg a bűnügyi költségről. A fiatal férfinak nem ez volt az első esete, hogy másokat bántalmazott. Tiszaföldváron is belekötött egy illetőbe, akit puszta kézzel úgy megvert, az új kincse mutat az Óvirág hegy úttal összekötő mesdjén, hogy a bántalmazott arc csontja és fogai is megsérültek. Az említett két büntetőügyet figyelembe véve a fiatalember beismerő vallomást tett. Bűnösnek vallotta magát és lemondott tárgyalási jogáról. Az ítéletet dr. Nagy Orsolya bíró hirdette ki. 2023. április 16 napjától 2023. április 17 napjáig őrizetben, majd 2023. április 18 napja óta letartásban lévő vádlott bűnös rablás büntetében, amely a BTK 365 paragrafus első bekezdés A pont római egyes fordulata, harmadik bekezdés B és G pontjai szerint minősül testi sértés büntetében, amely a BTK 164 paragrafus első és harmadik bekezdés szerint minősül, és testi sértés büntetében, amely a BTK 164 paragrafus második és ötödik bekezdés első fordulata szerint minősül. Ezért a bíróság a vádlottat halmazati büntetésül 8 év és 6 hónap szabadságvesztésre és 9 évre a közügyektől eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés fegyházban rendeli végrehajtani. A vádlott feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontja a büntetés kétharmad részének kitöltését követő nap. A bíróság a vádlott által 2023. április 16 napjától a mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt a kiszabott szabadságvesztésre beszámítja. A bíróság mérlegelte az ügyésznő és az ügyvéd által felhozott súlyos bító és enyhítő körülményeket a büntetés kiszabása során. Enyhítő körülménynek számított a nyomozás során is tett beismerő vallomás és a megbánó jellegű nyilatkozat. Mindemellett azt, hogy a vádott a bűncselekmény elkövetésekor fiatal felnőtt volt, tehát még a 21. életévét nem töltötte be. A bíróság súlyos bító körülményként értékelte a többszörös halmazatot, azt, hogy a bűncselekményeit akkor követte el, amikor már ellene eljárás volt, ráadásul bírósági szakaszban. A vádlott az ügyvédjével közösen enyhítésért fellebbezett. A büntető ügy így a szegedi ítélőtáblán folytatódik.